Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jázmin Grész vagyok. 8 esztendő telt el azóta, hogy Dombó várának feltárása elindult. A kutatások eredményeként részletes kép tárult fel egy Mátyás korabeli nemesi család életéről. Ilyen részletekbe menő kutatás eddig még nem zajlott a várban és környékén. Az eddigi eredményeket tárták egy konferencia keretében az érdeklődők elé. A régészeti lelőhely már a 19. század közepe óta ismert volt, mondja a kutatás vezetője Berta Adrián. Az idők folyamán csak részleges feltárás történt, 2014 óta azonban részletes régészeti feltárás vette kezdetét. A lelőhelyről, meg magáról a várról nagyon keveset tudtunk, mielőtt megkezdtük a munkát, a vár építésének az időpontját, a kinézetét, a felépítését, a struktúráját azt nem ismertük korábban. És valójában minden adat, amit megtudtunk erről előhelyről, az elmúlt 8 évnek volt az eredménye. Dombóvárnak a múltja az ehhez a lelőhelyhez kötődik. A korábbi település, ami a mostani Dombónak az elődje volt, az a vár körül helyezkedett el, és csak a török kor után települt át a mai helyére. Ez a dombói családnak a birtokközpontja volt. A családok karrierjének a csúcsát azt Mátyás király alatt ért el, amikor is Dombai Pál Mátyás király főlovászmestere, a unokatestvére László pedig a király kamaramestere volt. Úgyhogy ez egy jól kiépített főúri rezidencia volt, ahol a Magyarország egyik főúri családja lakott. A vár feltárása során kibontakozik az a kép, ahogy egy család elkezdi felépíteni a politikai karrierjét, és gazdaságilag kezd megerősödni. Ez a vár építészetében is megmutatkozik. Folyamatosan bővítik és építik át ezt az épületet. Az elvégzett terepi munkákat követő feldolgozás eredményeiről számoltak be a kutatók az érdeklődők számára. Berta Adrián arról is beszélt, az a cél, hogy a vár történetét minden aspektusában feldolgozzák, és nyilvánosság elé vigyék. Magára a építészetre, az építőanyagokra, az előkerült lehetanyagokra, a környezetnek, a tájnak a vizsgálatára koncentrálunk. Várnak eddig nagyjából a 24%-át tártuk fel, emellett pedig elkezdtük a településnek is a kutatását roncsolásmentes módszerekkel, elsősorban geofizikai vizsgálatokat értünk ez alatt. Próbáljuk minél teljesebben megragadni ezt a lelőhelyet. Tudományos szempontból az a végcél, mondja a kutató, hogy minél mélyebb ismereteket szerezzenek a vár életének 300 évéről. De van a város szempontjából is célja a kutatásnak. Erről Kedényi Zsolt alpolgármester beszélt. Ahhoz, hogy az emberiség és az egyén közt legyenek megállók, tehát legyen család, városi közösség, stb., ez rettentő fontos. Ebben a sorban van ez is, mert csak úgy lehet valaki egészséges személyiség, hogyha tartozik valahova, és nagyon fontos ebben a sorban a város, ahol lakunk. Ugye évek óta folyik ez a régészeti kutatás, és szeretnénk, hogyha ez egy olyan látnivaló lenne Dombóváron, ami miatt érdemes eljönni ide. És van most egy új szlogenje a városnak, hogy meglátni és itt maradni, és ebben a sorba szeretnénk, mint látnivalót, beleilleszteni ezt a régészeti kincset, hiszen ez azért olyan több száz éves emlék, ami érték is. És nyilván ez sok mindent feltételez. Egyébként elindult egy folyamat, hogy egy kicsit megtisztítsuk ennek a környékét. Itt korábban ugye állatok legelésztek, meg veszélyes hulladék is volt lerakva, ez most már elkerült. És hát szeretnénk majd ezt egy látogató központtá tenni. Nyilván ez hosszabb távú dolog, hiszen még a régészeti kutatás is folyik. De én azt gondolom, hogy van ennek realitása, hogy ez megtörténjen. Hagyományteremtő céllal rendezték gasztronómiai fesztivált Csikóstöttösön, ahova a Dombóvári Járás Vadász és Horgász Egyesületei kaptak meghívást. Közel 300-an gyűltek össze a festői szépségű tó környékén, ahova a térségben működő 9 vadásztársaság közül 7, míg a 4 horgász egyesület közül 3 fogadta el a meghívást. A nap folyamán a kulturális rendezvények mellett mindenki megismerkedhetett a vadászat és a horgászat szépségeivel is.
Igazán kellemes idő, festői táj, ez az, ami az első gasztronómiai fesztiválra érkezőket várta a Csikostöttösi Hábítónál. A település faluszépítő és horgász egyesülete a dombovári járásból várta a vendégeket, tudtuk meg Pintér Szilártól. Ez az első alkalom, a dombovári járásnak a horgász és vadász egyesületeit hívtuk erre a mai napra. Nyilván ebből szeretnénk mi hagyományt teremteni, és jövőre dombáron a Tiskai tónál rendeznénk meg. A térségben 9 vadásztársaság és 4 horgász egyesület üzemel, működik. Közülük ma 7 vadász és 3 horgász el tudott jönni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép arány. És együtt a természettel, ugye a vadászoknak ez a jelmondatuk. Nyilván mi horgászok is így gondolkodunk, jó magam horgász vagyok, csendes őrültek, de hiszem, hogy évente egyszer le kell jöjjünk, érezzük jól magunkat, ne csak kötött formában mereven találkozunk, hanem a szabadban, szabadon beszélgessünk, érezzük jól magunkat, kössük új barátságokat. A színes kulturális rendezvényeket különböző játékos vetélkedők előzték meg, ahova nem csak vadászokat vártak, megmérettethette magát bárki, akár a pecások is, akik már kora reggel óta a tóparton ültek, hogy a horgászversenyen ők fogják ki a legnagyobb halat. Kuti Tamás, a Hármas Határ Vadásztársaság elnöke elmondta, fontos számukra, hogy minél szélesebb körrel megismertessék a vadászatot. Különböző vadász játékokat szerveztünk, ami azt jelenti, hogy volt egy légpuskalövészet, volt egy magasles építés, ami egy szögbeverő verseny volt időre, volt egy trófeabírálat, ami egy szarvasbika és egy őzbak volt kirakva a területre, ezt kellett elbírálni, és volt egy söríró verseny, ami a legnagyobb hangsúlyt kapott tulajdonképpen a rendezvényre. Nagyon örülünk ennek, hogy olyan emberek is részt vettek a játékba, akik nem ismerik a vadászatot, aki megismeri a vadászatot. Tulajdonképpen a rendezvénynek ez volt a célja, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a vadászatot. Évszázadokkal ezelőtt a női nem a házi teendők elvégzése után a rokka és a szövőszék mellett a férfiak az erdei vadak űzésében keresték a szórakozást. Ma már teljesen elfogadott, ha egy puska mögött hölgy van. Lip Adrien, aki a nagyvárosi létet inkább a természetközeli életre cserélte, szintén előszeretettel ragadt fegyvert a kezébe. Nagyon régóta benne vagyok a magyar vadásztársadalomba, ugye a könyvemnek köszönhetően nagyon sokan megismertek, és nekem ugye az életformám a vadászat, ugyanis én férjemmel és 2 fiammal az erdőszélen egy hatalmas vadaspark mellett éljük a mindennapjainkat. A férjem vadászmester, és mi, én falusi lányként, ő pedig falusi fiúként, ott éltünk mindig, és ott nevelkedtünk az erdőszélen, és beleszerettem ebbe az életformába. A vadászat nem pusztán a lövés pillanata, nem sokkal inkább a természet szeretet, az állomány szabályozás, az állatok gondozása, és hát sok-sok gyönyörű, felejthetetlen élmény. A trófeák sora egészen a légpuska lövészetig kísérte a látogatókat, ahol bárki kipróbálhatta, hogy is bánik a fegyverrel. Kocsner Antal, a Tolna megyei vadászkamara elnöke elárulta, hogy a pandémia a vadászati összejöveteleket is befolyásolta, a nagy rendezvények helyett támogatják a régiós szinten megszervezett kisebb összejöveteleket. A tavasszal alakult meg az, hogy a méhészek, a madarászok, a vadászok és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen egy ilyen együttműködési megállapodást hoztunk létre abból a megfontolásból, hogy ugye Egy a természettel című vadászati világkiállítás kezdődik 25-től 2 hét időtartamra, és hát itt úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő időkben ezeknek a ökológiai feladatoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha együtt dolgozunk és egymást segítjük. És hát ilyen apropóból jött létre. A horgászat és a vadászat olyan elfoglaltságok, amik sokkal közelebb visznek a természethez, sok türelmet követelnek. A térség országgyűlési képviselője Potápi Árpád, aki szintén jelen volt a rendezvényen, elárulta, ő még egyiket sem próbálta. Soha életemben nem vadásztam, és soha nem horgásztam. Hogy miért nem vadásztam, azt igazából nem tudom. A horgászathoz megmondom őszintén, semmilyen türelmem nincsen, hogy én 5-10 percig egy helybe üljek, és nézem a vizet, de biztos, hogy akik szeretik ezt a sportot, vagy ezt a kikapcsolódást, azoknak nagyon tetszik. Irigylem is őket egyébként, hogy mindez van türelmük. A vadászat más. Azért a vadászat sok esetben erőteljes fizikai kikapcsolódást jelent, viszont mindig úgy adódott, hogy más tevékenységek foglaltak le.
Úgyhogy ettől függetlenül örülök annak, hogy ez a találkozó is létrejött. Természetesen a sütés-főzés is nagy hangsúlyt kapott az első alkalommal megrendezett fesztiválon, ahol a bográcsok mögött jobbára férfiak álltak. Kulináris érzéke az országgyűlési képviselőnek is van, aki már nem egyszer tartott fakanalat a kezében. Hát mondanám azt, hogy szeretek főzni, ez többé-kevésbé igaz. Régebben sokkal többet főztem, amikor több időm volt. Aztán mindig úgy alakult, hogy inkább helyettem főzött valaki, és most már annyira nem érdekel, de tényleg elmondhatom azt, hogy mindent meg tudok főzni. Tehát ugye az a kívánság, hogy legyen szilvás gombóc, akkor azt csinálok, ha azt kérik, hogy bármilyen leves, vagy sült, vagy pörkölt féle, szívesen megcsinálom. Csak valahogy engem annyira nem érdekel maga az evés, tehát én erre nem fektetek olyan nagy hangsúlyt. A pörköltöt nem is szeretem, megmondom őszintén, tehát én egy olyan magyar ember vagyok, aki nem szereti a pörköltet és a töltött káposztát sem, de a halászlevet nagyon. És hogyha főzök mostanában, az legtöbbször halászlé, és jól is szokott sikerülni. Közel 300-an jöttek össze a hagyományteremtő céllal megrendezett gasztronómiai fesztiválon Csikostöttösön, ahol a kikapcsolódáshoz adott volt a kellemes környezet, a jó társaság és a színes programok. A következőkben egy ikerpárt mutatunk be önöknek. A kőszegi fiúk Szabolcs és Gergő kisiskolás koruk óta kiemelkedően teljesítettek az iskolában és az edzőteremben is. Elválaszthatatlanok, és az életükben az első, az egyetem, mikor másfelé vitt az útjuk. A fiúk nemrégiben vehették át Dombóvár várostól az ifjúsági Péter Gyula díjat kimagasló sport és tanulmányi eredményeik elismeréseként. Ők a kőszegiknek. Alig egy perc van köztük, de saját bevallásuk szerint sosem volt téma, ki látta meg először a napvilágot. Kicsi koruk óta azonos volt az érdeklődési körük, és szinte mindent együtt csináltak. Most, hogy fiatal felnőttek, már útjuk külön halad az egyetemen. Egy dologban biztosan nem közösek a terveik, sosem udvarolnának ugyanannak a lánynak, mondták. Beszélgetésünk elején arra voltam kíváncsi, milyen ikernek lenni. Szerintem csodálatos dolog legalábbis, hát nyilván azt mondom, de el sem tudnám képzelni az életemet anélkül, hogy mondjuk ő nem lenne. Szóval hát igen, szerintem csodálatos dolog. Mert mi ugye sok mindent együtt csináltunk, bárhova ugye együtt mentünk, mindig volt kihez fordulni, vagy kiskorunkban kivel játszani, vagy bármi, tehát sose voltunk egyedül, és szerintem azért ez így nagy előny volt nekünk. Szerintem abszolút hatással van egyikünk teljesítménye a másikra, mert úgy gondolom, hogy sikereink nagy részét ugye csapatban, de közösen. Közösen értük el, és úgy gondolom, hogy nekem legalábbis biztos személyes motiváció is, hogyha ő sikeres. Akkor nyilván én is azt szeretnék lenni, és így húzzuk egymást azért annak érdekében, hogy mindketten elérjük a céljainkat. Amikor azt kérdeztem tőlük, kihasználták-e valaha az ikerségüket, harsányan tagadták az esetleges csíntevést. Olyan szempontból nem használtuk ki, mi mindig ilyen kis becsületes gyerekek voltunk. A fiúk rendszeresen felmérték saját erejüket, több versenyen mutatták meg képességeiket. Legyenek azok tanulmányok, vagy akár a sport. Hát megadatott, hála Isten a gimnáziumban tényleg, hogy sok tantárgyból, nagyon sok szerteágazó ágazatban méretethettük meg magunkat, de úgy gondolom, ez azért volt jó, mert megtapasztaltuk, hogy melyik területen kell vagyunk tényleg jók, és melyikre érdemesebb esetleg több energiát folytatni. Meg hát versenyző típusok vagyunk mindketten, szóval szerintem a versenyszám az dúl mindkettőnkben. Szeretünk versenyezni mindketten, és igazából szerintem hát minden ugye nagyon sok fele kipróbáltuk, mint mondta a Szabi magunkat, és így szerintem jó volt, hogy kitapasztaljuk, hogy tényleg mi az, amit szeretünk is igazán csinálni, és akkor abban már adtunk ugye hosszabb ideig. A családban az asztali tenisz volt az első számú sportág, a példa ragadós volt, így a srácok is hamar az asztal mellé álltak. Mi is számos sportot előtte kipróbáltunk, régebben is játszottunk, asztali teniszeztünk, volt egy kis szünet, és akkor visszatértünk, aztán most már lassan 6 éve intenzíven, úgymond versenyszerűen játszunk. A fiúk édesanyja érthetően rendkívül büszke a gyerekekre. Azt mondja, az, hogy ilyen sikeresek lettek, a nyitottságnak köszönhető, amiben nevelkedtek. És szerintem a türelem, és mindent megbeszélünk a mai napig. Szerintem ez a trükk. Nyitottak vagyunk egymás felé, abszolút és őszinték, mindent megbeszélünk, mindannyian. Rendkívül büszke voltam rá, és ahány emberrel csak találkozok a városban, mindenki csak dicséri őket tényleg, és elmondhatatlan. Szerintem a földön én vagyok a legbüszkébb anya most. Mi nagyon hálásak lehetünk a szüleinknek, mert mindenben segítettek, amiben csak tudtak.
Az ifjúsági díj átvételét követően a két fiú útja elvált egymástól. Igaz csak az iskolában, hiszen együtt laknak. Mindketten Pécsen tanulunk most, de én a közgazdaságtani tudományi karon, a Gergő meg az állam és jogtudományi karon. Én mindenképp sportközgazdász vagy sportmenedzser szeretnék majd lenni. Hát én még teljesen ugye nem döntöttem el, mert az 5 év alapképzés után van idő, de engem a sportjog nagyon érdekel. Szóval mondják, az sem kizárt, hogy a jövőben egyszer közös vállalkozásuk lesz, mert az, hogy egymás nélkül létezzenek, szinte lehetetlennek tartják. 17 díjat adtak át Dombóváron a Városnapján rendezett gálán, ahol Pintér Szilárd polgármester a 2021. évi elismeréseket adta át. Ambrus Sándor díjban részesült Horváth Borbála Ágnes, aki még általános iskolai alsó tagozatos évei alatt találkozott a klarinéttal. A fiatal tehetség nagy álma, hogy szólista lehessen, miután elvégezte tanulmányait, amit jelenleg Pécset végez. Horváth Borbála Ágnes, akit Ambrus Sándor díjjal jutalmazott Dombóvár önkormányzata, művészeti tanulmányait klarinét szakon a Dombóvár Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeként végezte. A hangszervel életemben először akkor találkoztam, amikor a Gárdonyi Géza Általános Iskola alsó tagozatába jártam. Első osztályos voltam, amikor elkezdtem furuljázni. Majd, amikor második osztályos lettem, akkor Pápa István tanár úr megkeresett azzal, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk a klarinétot. Elsőre sikerült megszólaltatnom, és akkor döntöttem úgy, hogy ezzel szeretnék később is foglalkozni. Klarinét tanára 2016-2017-es tanévtől Tóth Ada Eszter volt, aki számos versenyre készítette fel, ahonnét rendszerint szép eredményekkel tért haza. Számos díja mellett a legutóbbi a 2021-es Danubia Talents Wiener Klassiker nemzetközi zenei versenyen elért második helyezése. Persze volt olyan időszak, amikor nem volt kedvem gyakorolni, és nem is jöttem be. Ez talán akkor volt, amikor átkerültem Tóth Ada tanárnőhöz, akinél 5 évet tanulhattam, és nagyon hálás vagyok neki. Sok mindent tanultam tőle. Borcsi mindent elkövet annak érdekében, hogy zenei álmait megvalósítsa, többek között 2018-ban például a szimplán nagyszerű klarinét szakszofon szakmai napon Horn András mesterkurzusán vett részt. Az igazi nagy álmom az, hogy szólista lehessek, amikor felnőtt leszek, és próbálkozom fejlődni. Nagyon sokat gyakorlok. Most kezdtem szeptemberben az évet a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban, Radics Miroszláv tanár úrnál. Vele fogok közösen dolgozni, és próbálkozom mindent megtenni annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassam ki magamból. Ez jár lemondással sajnos. Nincs annyi szabadidőm, viszont azt csinálom, amit szeretek, és ez számít a legjobban. A fiatal tehetség legnagyobb erénye muzikalitása, elemi erővel árad belőle a zene, az Ambrus Sándor díjat egy nagy elismerésnek tekinti. Amikor megtudtam, hogy megkapom a díjat, nagyon örültem. Ez egy nagyon, nagyon nagy elismerés számomra. Ez nekem azt jelenti, hogy amit csinálok, az jó, jó irányba haladok. És próbálkozom a későbbiekben is így tenni. Tehetségére hazánk művészeti szakgimnáziumainak tanárai is felfigyeltek, aminek köszönhetően több intézménybe, többek között a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban is részt vett meghallgatáson. 2021 őszétől itt folytatja tanulmányait. A zene számomra mindent jelent, és aki szeret zenélni, annak nagyon tudom ajánlani ezt a pályát, mert az ember szerintem akkor érzi a legjobban magát, amikor azt csinálja, amit szeret, és ebben teljesen ki tud bontakozni. Horváth Borbála Ágnes a különböző versenyeken és mesterkurzusokon való részvételen túl rendszeres fellépője Dombóvár kulturális eseményeinek szólóban, kamarazenei formációkkal és a Dombóvári Ifjúsági Fúvorzenekar tagjaként egyaránt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!